Császár Gábor a válogatott és a Veszprém irányítója ugyanis a Paris Saint Germainnél folytatja. Így kihagyhatatlan, hogy megkérdezem tőle a Barcelona vagy a jövendőbeli klubja sikerét várja a ma esti összecsapást, amit egyébként közvetítünk majd, és hogy Nagylacival beszéltetek-e már erről a ma esti párharcról. Jó reggelt kívánok! Az, elő, az első mérkőzést ezt együtt néztük a Lacival, még a válogatott edzőtáborban voltunk Almádiban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy én a Barcelona fociát szeretem a legjobban hozzám, az áll a legközelebb, de amióta tudom, hogy Párizsba megyek, azóta, azóta, érzelmek kötnek oda, és egy kicsikét elfogult vagyok. Szóval szurkolok nekik, de azt gondolom, hogy, hogy elég egyértelműnek látszik az, hogy a, hogy a Barcelona megy tovább. Mezei Richardot van szerencsém nagyon közelről ismerni ugye a PIK játékosa, meg a Veszprémben is játszott, és a Szegediek klub vezetője is volt, és ő mondta el, hogy elég sokat szoktak fogadni egymás között a kézilabdások, ti is szoktatok? Fogadni nem, nagyon ritkán egymás között, de, de mindennapos téma ugye az öltözőbe, minden nap találkozunk reggelente, és és ez általában a téma kör, hogy, hogy mi volt előtte nap este. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a tegnapi mérkőzést kihagytam, ezt a Dortmund malagát, mivel az első meccset láttam, és nagyon izgalmas volt, annak ellenére, hogy 0-0 lett. Viszont, viszont ez a mérkőzés, ez, 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 ez nagy izgalma, ebben nagy izgalmak voltak. Megoszlik a csapat, ugye amikor Spanyolországban voltam, Santanderbe egy hónapot játszottam még Dánia kiruccanásom alkalmával, és akkor, amikor beértem, minden egyes ember azzal állított meg, és azzal a kérdés, azt a kérdés szegezte hozzám, a portástól elkezdve a játékosokig, hogy Madrid vagy Barcelona. És én meg próbáltam ott jópofán válaszolni, hogy hát Racing Santander, hát a végig csak ott voltam, de, de, de ez megosztja az embereket, és, és nagyon szeretem az öltözőnkbe is nézni ezt a csata, ezeket a csatákat, hogy, hogy vérre menő csatákat vívnak játékosok, hogy melyik a, melyik a legjobb csapat. A jelenlegi klubod az MKB Veszprém és a Digi Sport televíziós csatorna között egy megállapodás jött létre, ennek is köszönhetjük talán, hogy most itt vagy velünk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy időt szakítasz ránk ezekben a sűrű napokban, amikor alig van ideje bobozni vagy pénbolozni a kézilabdásoknak. Így van, nagyon szívesen szakítok időt. Ez még, ez még egy kéthetes esemény volt, amikor egy kicsit volt időnk a csapatot összehozni és egy csapat összetartó programot csinálni. Ez is csak egy röpke délután volt, és egy edzés után elég fárasztó napok vannak, hetek vannak mögöttünk, és mivel kicsit visszamennék, hogy, hogy volt a nyáron az olimpia, és azóta ugye akkor azon a nyáron semmi pihenő nem volt szinte, és azóta is megy a szezon. Ráadásul új szisztéma, új rendszer van Veszprémben, uh, úgyhogy elég sok meló volt, Mel meló van ebben, a, ebben, a, ebben, az évben, de <coughs> azt kell mondjam, egyelőre, egyelőre megérte, megérte, a munkát, úgyhogy jó néha kikapcsolódni egy kicsit, uh, viszont, viszont uh, van még azt hiszem pontosan olyan kb. 7 het, hetünk ahhoz, hogy, hogy, itt a klub feladatokra koncentráljunk, és hát uh, az ember ilyenkor egy kicsit fáradtabb, és mégis most jön, a, most jön a, lényeg, most jönnek a döntők, a hétvégén kupa elődöntő, és várhatóan remélhetőleg döntő is lesz majd Pécsen, utána beindul ez a kileleni nagy csata. Hát akkor beszéljünk erről, mert gondolom nagyon sokakat igazából ez érdekel veled kapcsolatban. Ugye a egy csoportban voltatok, és kint eléggé kikaptatok, itthon viszont sikerült nyerni. Most ezzel a csapattal kellene illetve kell megküzdeni azért, hogy a Final four jussatok, és akárhány interjút találtam, és hallottam, vagy láttam, mindenki azt mondta, hogy ez a lehető legrosszabb sorsolás. Te is így gondolod? Én utána szeretném megmondani, mert én azt gondolom, hogy akkor bölcsebb leszek, és okosabb. Az tény, hogy ha a papírformát nézzük, akkor, akkor a, ez a legkellemetlenebb sorsolás, amit nekünk jöhetett most. Az is tény, hogy ha valaki bajnok akar lenni, akkor előbb-utóbb mindent kit elkeverni. És én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy inkább ezt utóbb tettük volna meg. Szóval a Final four ott ugye egy meccsen múlik minden, hogy az ember bejut a döntőbe, vagy éppenséggel milyen helyezést ér el. Itt két meccsről van szó, ami pozitívum is lehet, hogy az ember, egy, egy csapat tud javítani. Van lehetőség a javításra, ha egy rosszabb napja van. Ráadásul a második meccset játszátok itthon. Bizony, bizony. Az elmúlt két mérkőzés, amit játszottunk a csoportban, azt gondolom, hogy egy otthoni óriási bravúr volt az a, az a győzelem, ami Veszprémi ami arénában volt. A kinti mérkőzés meg egy kicsit furcsa-furcsa mérkőzés volt, mivel mivel annak már akkora tétje nem volt a számunkra, szóval tudtuk azt, hogy beleférhet még esetleg egy vereség is. Ez volt februárban, Így ugye, a világbajnokság oktárban. után, és, és akkor egy kicsikét még szanaszét voltak a fejek a VB után, de, de abban abba a mérkőzésben benne volt esetleg még az a fejekben, hogy a jövő héten, a következő héten a Madrid ellen nagyobb esélyt láttunk, hogy pontot-pontokat gyűjtsünk, ugye nekünk akkor egy pontra volt szükségünk a csoport elsősége, hát akkor mi nem gondoltuk volna, hogy visszakapjuk ezt a kilt. ezt a remek killt, hogy úgy mondjam, viszont azt is el kell, hogy mondjam, ez a kill idén volt már, hogy egy-két helyen megfázott, Celjébe kikapott, most a bajnokságban volt egy-két meglepetés mérkőzése, ha jól tudom, a Göppingenbe kaptak ki, és otthon a Veclár ellen talán. Szóval így is vezetik a bajnokságot, és így is ők az esélyesek, de, de azért mutatja ez az eredmény, hogy, hogy lehet rajtuk fogást találni, és nagyon bízom benne, hogy mi fogunk is. Most egyelőre csak a kupára, kupával foglalkozunk, hiszen... Már a magyar kupára. Így van, a magyar kupával. Nem szeretnénk nem látni a fától az erdőt, hogy úgy mondjam, de, de az biztos, hogy nagyon keményen fel fogunk készülni erre a, erre a kíli csatára, és hát nagyon izgatottan várja mindenki, ahogy, ahogy látom. Több csurgó meccset, vagy több kill meccset láttál felvételről ebben a szezonban? Hát ebben a szezonban több kill egyértelműen. <laughs> <laughs> Ugye a csurgóval játszátok majd az elődöntőt a Magyar Kupában. Ott gondolom csak a kupa győzelem az elfogadható a Veszprém szempontjából. <laughs> Én is ezt gondolom, szóval szeret, kertelhetnék itt jobbra-balra, de, de azt gondolom, hogy a, a papírformát nézem, akkor a, a Veszprém az esélyesebb. Egy mérkőzésről van szó, semleges pályán, biztos vagy benne, hogy rengeteg Veszprém szurkoló lesz, ahogy Szeged, is biztos, hogy sokkal jönnek, de, de én azt gondolom, hogy, hogy az esélyesek mi vagyunk. Ugye elég furcsa a lebonyolítási rendszer a magyar bajnokságban, az alapszakasz után a, nektek és a piknek is egy elég komoly szünet következik gyakorlatilag. Ez a nemzetközi kupa szerepléseteket hogyan befolyásolja? Hát az a szünet, ami, ami jön, az tulajdonképpen nekünk az hiszem, hogy ez lesz a kill csata, a killer meg csatánk, és, és utána kapcsolódunk ugye vissza a bajnoki elődöntőbe. Uh, furcsa ez a helyzet, mert először csinálják ezt, nem tudom, hogy mennyire válik be a Magyar Kízado szövetségért, aki gondolom, úgyhogy ők, ők így gondolták. Annyiból biztos, hogy pozitív, hogy nem az első négy csapat csatározik, hanem az első hat. Szóval lehetőséget kapott, más lehetőséget kaptak más csapatok is a javításra, vagy esetleg a Bravúra. Uh, viszont azt is látom, hogy ilyenkor egy nagy pauze van a másik csapatoknál, szóval ott azt hiszem van olyan, hogy 6 hétig vagy 5-6 hétig nem, nem játszanak mérkőzést. Uh, én, aki, aki, már évek óta abban a ritmusban vagyok, hogy nyáron felkészülés, és akkor végig karácsonyig, és utána egy nagyon-nagyon rövid felkészülés, és akkor általában világverseny, és utána egyből jöhetnek a mérkőzések hétről hétre, és ez az egészen a nyárig. Nekem nagyon őszintén furcsa az, hogy látom azt, hogy szinte vannak olyan helyek, ahol háromszor alapoznak, ugye nyáron, januárban, és most is ebbe az 5-6 hétben, hát nyilván muszáj erőt szerezni erre, erre az utolsó meccsekre. Lehet hogy, ez, lehet, hogy ez, játékosoknak már sok, mivel, mivel ez egy kemény munka kemény munkával és nagy áldozatokkal járnak ezek az edzések. Nem a kekeckedések van a kezdem a pénzbolozás miatt, amit egyébként abszolút megértek, hanem az, hogy gratulálok a magyar válogatottban elért sikerhez, ugye a horvátokat sikerült itthon legyőzni. Igaz idegenben kikaptatok, de így is a csoport második helyen álltak ugyanannyi ponttal. Úgyhogy ehhez egyrészt szeretnék gratulálni, másrészt, bár elég kevés időnk marad, de azért nyugodtan mondd el, hogy te hogyan érzékelted ezeket a csatákat, mit gondolsz, mennyire jó ez az eredmény a horvátok ellen? Köszönjük szépen a gratulációt. Azt gondolom, hogy ez egy, ez elképesztő nagy bravúr az itthoni mérkőzéssel. Én személy szerint nagyon készültem a csapat úgy szintén, úgy szintén. Nagyon-nagyon um, nagy csata volt, kevés góllal, de elképesztő nagy küzdelemmel, és egy kérezett csatába tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy az, az rengeteg embert megmozgatott újra, és rengeteg magyar embernek a szívébe zártuk magunkat és a csapatunkat ismét, ahogy ezt az utóbbi világversenyeken megtettük sokszor, és ez nagyon fontos számunkra. A kinti mérkőzés, az egy kicsikét azért abba az, belefáradtunk, szóval az a csütörtöki nap után egy utazás, egy edzés, és akkor egyből a mérkőzés, bele is fáradtunk meg, meg talán az a Veszprém az a aréna, meg az a tudat, hogy rengetegen fognak nézni minket, én azt gondolom, hogy az, az annyira belekergetett minket ebbe a győzelembe, azon a csütörtöki napon. Ö, ott meg kimentünk, 14 ezer ember várt minket abba az arénába, és, és ugye egy, egy, egy sikerre éhes horvát csapattal találkoztunk. Egy magyar csapat ö, meg úgy ment oda a pályára, hogy, hogy rengeteg ember akar bizonyítani nyilván, de... De, de, voltak, akik már talán egy kicsit elteltek. Sajnos köztük vagyok én is, el is fáradtam, mind fejben, mint testben a, azon a héten nagyon, viszont próbáltuk, próbáltuk kihozni abból is a maximumot, én azt gondolom, hogy szépen helytáltunk, és nagyon sok pozitívuma volt annak a mérkőzésnek. Gondolok itt az újoncokra, vagy éppen akik kevesebb lehetőséget kaptak eddig a válogatottba, szóval abszolút pozitívan értékelem ezt tehetet. A válogatottban tehát kiélezett csaták, a klubban meg kiélezett vagy kíles csata következik. Köszönjük szépen Császár Gábornak, hogy itt volt.